Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, folytatjuk a testreszabást, de jelen pillanatban a testreszabás menüt fogjuk megnézni. A dokumentum kedvéért elmondom, 525-ösön vagyunk, ez jelen pillanatban az egyik legstabilabb, tehát a stabilágnak az egyik legfejlettebb verziója, lehet, hogy egy hónap, két hónap, fél év múlva már az 525-ös már elavult, ő lesz a régi, és lehet, hogy a 526-os fogjátok használni. Ezt azért szoktam kiemelni, mert előfordulhat az, hogy amit én most megmutatok, az nem itt, nem így, vagy nem ilyen kinézettel lesz. Állandóan változik ez a beállítási panel, javítanak rajta, örüljünk neki, hogy funkciókat összevonnak, összerendeznek, általában a felhasználói kéréseket, logikus és érthető kéréseket beépítik, átrendezik ezeket a panelokat. Na hát mi az első testreszabás? A testreszabás a felhasználókkal indulhat, gyakorlatilag ehhez nekünk nagyon nem kell hozzányúlni, amikor telepítettük a rendszert, megadtuk a felhasználókat. Itt megadhatod a felhasználói nevet, teljes nevet, megadhatod a felhasználói nevet, például, hogy Laci, megadhatod a fiók típust, van a rendszergazdai, meg a normál nem tud rendszergazdai munkákat elvégezni, e-mail címet nem szoktam megadni, és a jelszót tudod módosítani, azaz nem kell terminálba a jelszót módosítani, nem kell terminálba hozzáadogatni a felhasználót, itt is meg tudod tenni. Logikusan új felhasználónál az egészet ki kell tölteni, és logikusan, ha több felhasználód van, és van hozzá jogosultságod, rendszergazdai jelszót, illetve a saját jelszavadat tudod, és rendszergazdai fiókod van, akkor felhasználót törölni tudsz. Igen, tudom, hogy az MX Linux alatt ennél fejlettebb az MX Linux-os panel, de most a KDR-ről beszélünk, egy általánosabb felületről, azaz az alapfelhasználói kezelés, itt megtörténhet grafikus felületen, azaz aki idegenkedik ezeknek a egyszerű feladatoknak az ellátásától terminálba, itt megtalálja a felhasználói kezelés alapfunkcióit. Rendszerüzenetek. Itt igazából kétfele szeretném osztani a dolgot. A rendszerüzenetek logikusan azok az üzenetek, amiket megjelenített neked a géped, valami kis ablakocskába, balomba, itt-ott megjeleníti, például új leveled érkezett, ha így van beállítva. Logikus. Ha te úgy gondolod, hogy az egyszerű feladatot szeretnéd ellátni, és nem nagyon zavar, hogy itt-ott amott jelenik meg, és úgy jelenik meg, mint a beállítás, alapbeállítás, akkor a beszéd első felével érdemes egy kicsit foglalkozni, ha pedig éppen úgy gondolod, hogy te jellemzően KDE programokat használsz, aminek a rendszerüzenet beállítását hát bizony nagyon testre tudod szabni, akkor a második felével is érdemes foglalkozni, ha nem, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni, akkor egy általános beállítást használ összes programodra. Oké, kezdjük az elején. Az első egy olyan gondolat, hogy van a rendszerüzeneteknek egy olyan beállítás, hogy ne zavarjanak. A panelon rábögsz, hogy ne zavarjanak, akkor a rendszerüzenetek nem fognak megjelenni. Ha ezt te elfelejted és tükrözöd a képernyőidet, tükrözés, mondok egy egyszerű példát, laptopon van a diasorod, és az egész osztálynak egy kivetítővel, okostáblával, egyébbel kivetíted. Nyilvánvalóan, hogyha elfelejted a ne zavarjanak kapcsolót bekapcsolni, akkor a rendszerüzenetek mind a két monitoron meg fognak jelenni, mert az egyiket tükrözöd, azaz az egyes monitor, és a kivetítőnek a képe ugyanaz lesz. Hát nem feltétlenül hasznos az, hogy az egész osztály látja, hogy például éppen neked milyen rendszerüzeneted jött, milyen Discord üzenet például érkezett meg, vagy esetleg egy kényesebb témájú torrent letöltés kész van, és aztán mindenki látja. Gyakorlatilag én ezt azért mondom ilyen viccesen el, mert pontosan többször jártunk úgy, hogy valaki készített egy-egy videót, és közzétette, és ilyen hát kényesebb témájú torrent letöltés, kényesebb témájú üzenet érkezett meg támára. Hát bizony, mivel foglalkoztak az emberek? Nem azzal, hogy éppen miről beszélt, milyen értelmes vagy értelmetlen dolgot mondott el, hanem miért tölt le torrent,
milyen torrent kliens használ, miért azt a filmet nézi meg, miért azon a Discord csatornán egyebben van. Hát bizony, ennek az elkerülése érdekében bizony bekapcsoljuk ezeket a dolgokat, hogyha például kivetítőt használunk, tükrözzük a monitort, egyik monitornak a képe a kivetítőre kerüljön, akkor bizony ez automatikusan letiltásra kerüljön az összes rendszerüzenet. Logikus. A másik gondolat ehhez a funkcióhoz, azaz a rendszerüzenetek tükrözésnél való letiltásához tudsz gyors billentyűt is hozzárendelni, azaz mindenféle lehetőséged van arra, hogy nehogy kellemetlen helyzetbe kerülj. Fontos, normál és nem sürgős értesítések megfelelő beállítását érdemes megtenni. Fontos értesítések akkor is megkapd, hogyha ne zavarj, módba vagy. Igen, ez nekem kell, hiszen előfordulhat, hogy ne zavarj módba, érkezhet egy olyan fontos üzenet, ez nem egy torrent letöltés, vagy levél érkezett, vagy Discord értesítés jött. Oké, ez nem, ez fontos rendszer üzenet, azokat érdemes megkapni, azaz ezeket egy picit áttengedi a ne zavarjanak szűrőn. Normál értesítések jelenjenek meg számomra, úgy van beállítva, ahogy látjátok itt, jelenjenek meg teljes képernyős módba. Ha teljes képernyős módba fut egy ablak, akkor az értesítés mögötte jelenik meg. Megjelenik, de nem látom. Nem, a beállítás szerint olyan, hogy eléje kerül, és látni fogom. Alapértelmezettet átállítottam erre figyeljetek, nem ez az alapbeállítás. Általában teljes képernyős módba használok programokat, ha már van monitor, akkor használjuk ki a programmal, gondolat mentén, és lemaradhatok egy-egy üzenetről, egy normál üzenetről, amit számítottam rá, hogy megkapok. Ha ezt a beállítást használom, akkor az előtérbe fog megjelenni. Nem sürgős értesítések, felugró ablakba fog megjelenni. Megjelenítés az előzményekbe, logikusan az előzmények közé szeretném berakosgatni a rendszerüzeneteket, az üzeneteket, hogy vissza tudjam keresgélni. Ez a beállítás egy nagyon fontos dolog, hol jelenjen meg, az értesítés ikonjának közelében, vagy egyéni pozíció megadásával, én ide szeretem a felső él közepére rakosgattatni az értesítéseket, azt mindenképp észreveszem, logikusan nem ide a sarokba szeretném, vagy ide a sarokba, mert azért általában a képernyő közepét nézzük, inkább a tetejét, mint az alját. Én ide szeretném elhelyezni, de neked, hogyha máshol jobb, akkor máshol jelenjen meg. A másik gondolat ennek az időtartalma, hát én ezt szeretem 10 másodpercre felvenni az utóbbi időbe, mert több monitor között éppen a másikat nézem, 10 másodpercig, akkor az 5 másodpercig megjelenő, első monitoron megjelenő üzenet, hát nem biztos, hogy eljut hozzám. Alkalmazások folyamatjelzője. Vannak olyan alkalmazások, amik a folyamatokat a értesítési kis panelba szeretik mutatni. Ez a cső, ami folyamatosan töltődik, és mutatja, hogy 10-20-30-50%-nál tart, az hol jelenjen meg a feladatkezelőn, az értesítésekbe felugró megjelenítése, amíg a folyamat tart, el tudod dönteni, hogy hol szereted. Ha nem szereted nézni ezeket a folyamatábrákat, nem minden program mutatja, tehát nem azt jelenti, hogy minden program összes folyamatát folyamatosan kijelzi neked, hanem ami erre alkalmatos és küldi ezeket az információkat, hol jelenjen meg. Ha ez zavar, kiszeded, hogyha szereted nézni, tudod, hogy hol tart a program, akkor mindegyiket bepipálod. Értesítési jelvények, ikonkák a feladatkezelőn legyenek szívesek megjelenni. Oké, ennyi. Gyakorlatilag fél másodperc alatt át tudod nézni ezeket a beállításokat. Beállítod hol, mennyi ideig, illetve a három megfelelő, fontos, nem fontos, normál beállítás hogyan történjen meg, és ezzel el is végezted azt a feladatot. Többet beszéltem róla, mint amennyit az egész beállítás tart, fél másodpercet meg lehet tenni. A következő beállításokról el kell mondanom, hogy bizony nem minden programnál fognak jól működni, azaz jellemzően a KDE programoknál lehet ezeket teljes mértékben beállítani, a többi egyszerű beállítást az összes programra megtehetünk. A másik gondolat, hogy
itt már valóban érdemes átgondolni az összes lehetőséget, hogy nem kellene az összes programot minden picike kis nüanszra beállítani. Azaz nem avval kellene eltölteni az életünket, hogy ezeket a programokat egyesével beállítjuk, hogy mindegyikhez milyen hangot rendelünk, milyen jellemzőt rendelünk, gyakorlatilag finomítani tudunk az előző beállításoknál, és bizony az adott programra személyre tudjuk szabni. Azaz nézzünk is meg egy elterjedtebb programot, a Discover-t. Ez a Discover egy nagyon jó kis program, telepítős program, és szépen működik, és sok üzenete van. Azaz gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ezt érdemes átnézni. Alapbeállítás a Discovernél felugró értesítések megjelenítése megjeleníti az értesítéseket. Igen, ezt ki lehetne kapcsolni programonként, de én úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, ha egy programnak közlendője van, azt bizony én hallani akarom. Igaz? Nem azért küldő üzenetet nekem, mert ő neki az a délije, hogy üzenetet küldjön, hanem azért küld nekem üzenetet, mert számomra fontos mondani a valója van. A következő gondolatot már át kell gondolni, hogy a ne zavarjanak módban is küldhessen üzenetet. Minden megjelenítős üzenet ott lesz a ne zavarjanak módban is, azaz ezt átgondoljuk. Kell, nem kell. Nyilvánvalóan egy telepítés, programeltávolítás, frissítés, az nem olyan feladat, amit más mellett csinál az ember, azaz érdemes úgy csinálni, hogy látjuk. Én itt a ne zavarj módot nem szoktam bekapcsolni. Értesítések az előzményekbe, igen, jelenjen meg az értesítések előzményébe, hogy vissza tudjam keresgélni a régebbi értesítések közül, ha véletlenül valami elkerülte a figyelmemet, nem egy jelentős dolog, hozzáteszem, hiszen általában figyeljük a gépet, de ha nem vagyunk a gép mellett, eltűnik az értesítés, akkor az előzményekbe igenis legyen bent, főleg egy ilyen rendszerprogramnál. Értesítési jelvények megjelenítése be lesz pipálva, események beállítása, minden programnak van saját eseménye, azaz az, hogy mikor szóljon nekem, miről küldjön üzenetet és hogyan, fel van sorolva értelemszerűen, egy szövegszerkesztőnél más esemény van, mint egy fájlkezelőnél, vagy egy telepítős programnál. Azt hiszem ez egyértelmű, azért választottam a Discovert, mert ő rengeteg értesítést küld, és rengeteg típusú értesítést tud küldeni. Elolvassa az ember, értelmezi, és hogyha valami nem tiszta, megnézi a leírásba. Erre nagyon figyeljetek, gyakorlatilag itt azért kellemetlenné tudod tenni a rendszeredet, ha beállítasz valamire hangértesítést, és elfelejted, és az az esemény mondjuk 5 percenként történik, és utána guberálhatod, hogy mi történt, hogy történt, miért csipog a gép, vagy miért küld állandóan üzeneteket, vagy letiltasz olyan üzenetet, ami fontos számodra. Azaz, újraindítás szükséges, telepítünk valamit, rendszer, újraindítás szükséges, logikus elvárás, hogy ilyenkor szóljon a program, még hogyha nincs is nyitva, másik monitoron van, vagy másik asztalon fut az a program, küldjön már nekem üzenetet. Tudni szeretnék róla? Igen, tudni szeretnék róla. Ha én tudni szeretnék róla, akkor el tudom dönteni, hogy milyen szintű üzenet legyen, milyen jelzést kapjak. Ahogy lehet látni, fel van sorolva a jelzésrendszerek. Első körben az értesítés az üzenetablakba jelenjen meg, ez az alapértelmezet, felugrik az ablak, megjelenik, elolvasod. Igen ám, de hogyha te éppen más csinálsz, és esetleg mondjuk csak egy zenét hallgatsz, tehát ez egy jó példa, és közben vasalsz, akkor nem biztos, hogy észreveszed azt, hogy egy felugró üzenet lesz ott, és aztán azt elolvasod, és akkor csodálkozol, hogy egyes részek nem működnek a rendszeredben rendesen. Én jártam ugye az elmúlt időszakban, hogy volt egy rendszerfrissítés. Igen, szegényem kiírta, hogy újraindítás szükséges, elfelejtettem, nem akartam újraindítani, éppen olyan dolgot csináltam, hogy nem lenne jó újraindítani. Igen, és utána elkezdtem állogatni a energiagazdálkodást, azaz a megszokott 10 perc alatt kapcsolt ki a monitort, illetve tedd alvó üzemmódba a gépedet, azt szerettem volna feljebb venni 30 percre. Be is állítottam, rábögtem, hogy oké, csináld azt, alkalmazás. És utána bosszantott, hogy 10 percenként kikapcsol a gépem, amikor nem nyúlok hozzá. Miért? Mert újraindítás volt szükséges a frissítésnél,
azt a rendszerrészt frissítette, ami ezt kezeli, és nem fogadta el a változtatást valami oknál fogva, és utána bosszúságot, azaz ezekre figyelni kell. Igen, ezt szeretném, hogyha nem csak egy üzenetet írnak ki ilyenkor, hanem bepipálom, hanglejátszás. Hanglejátszás, bármilyen hangot le tudsz játszani, természetesen nem az összes kellemes zenédet szeretnéd betenni, hanem rövid dolgokat. Itt rákattintasz, és kiválasztod azokat a berakosgatott OGG fájlokat, ami éppen számodra kellemes, és utána ki is tudod próbálni. Oké, egyszerű, igaz? Hang és képi üzenetet is fogunk kapni. A két alapbeállítás, azaz hangot kapjunk, képet kapjunk, előugró ablakot kapjunk, azon kívül van még egy csomó egyéb, összességében 4 lehetőség között választhatsz, ezeket általában nem kell használni, én soha nem használtam, de megvan mindegyiknek a rációja. A fájba írás nagyon kényelmes, ha sok-sok-sok üzenetet kapsz, hosszú üzenetet kapsz, esetleg egy programtól, és szeretnéd azokat logolni, bele tudod iratni egy fájba, azaz az adott program adott beállítása, tehát újraindítás szükséges. Üzenetet beirathatod egy megfelelő fájba, kiválasztod a fájt, és hozzá fogja írni. Nagyon jó logolás, nagyon jó naplózás, de véleményem szerint sok esetben szükségtelen, alapértelmezetten nincs is beállítva. Eszköztár bejegyzés megjelölése értelemszerűen megjelöli azokat a funkciókat, azokat az ikonkákat, amire számunkra hát üzenet érkezett, ezt sem szoktam használni. Parancs végrehajtása. Tehát tegyük fel azt, hogy újraindítás szükséges, akkor a gép induljon újra. Írhatsz egy olyan parancsfájt, ami egy újraindítási parancs, bepipálod, megadod, kikeresed, és akkor automatikusan, amikor ilyen üzenet érkezik, ilyen témájú üzenet érkezik, akkor automatikusan ezt a parancsfájt lefutatja. Én ilyesmit nem használtam, de megvan bent a ráció, hiszen van egy grafikus felületed, ami küld egy üzenetet, hogy akármi üzenet, arra te reakciót adsz. Ez a reakció lehet az, hogy az adott esetben fogod és újraindítod a gépedet, igaz? De lehet olyan reakció is, amit te előre tervezetten szeretnél végrehajtani, azaz meg tudod írni scriptbe, programba, ezt ne csak úgy gondolj, hogy ez egyszerű script, akármilyen programot indítani tudsz. Tehát kényelmessé, gyorsá és automatikussá tudod tenni a választ az adott üzenetre. Logikus, de én általában ezt nem szoktam használni, hiszen jellemzően elég sokat a gép előtt vagyok, és bármilyen olyan teendő van, azt manuálisan is el tudom látni, de nagyon kényelmes. A következő gondolat a látássérülteknek készült dolog, felolvasás. Ez kényelmes dolog akkor, hogyha nem vagy a gépnél, tehát nem itt ülsz közvetlenül, hanem mondjuk a szobába, előbbi példa szerint vasalsz, hogy felolvassa az üzenetet. Igaz? Nem látod, hogy mi van odaírva? Nem szeretnéd az, hogy állandóan figyelni kelljen, hogy mi az üzenet, de ha érkezik egy üzenet, mondjuk egy Discord üzenet, ilyesmire is van a lehetőség, azt fel fogja neked olvasni. Nagyon szuper! Nyilvánvalóan ehhez megfelelő felolvasó program telepítése elvárt. Azt hiszem ez egyértelmű, ezt sem szoktam használni, logikusan nem az a kívánalom nálam, hogy felolvassa, hanem jellemzően a hanglejátszás, illetve az üzenetablak. Ahogy lehet látni, nagyon kényelmes, nagyon jól és grafikusan konfigurálható üzenet értesítési felületet kaphatsz. Azt is hozzá kell tennem, hogy előfordulhat olyan, akármilyen program, amihez odaírják, hogy ez az alkalmazás nem támogatja ezeket a dolgokat. Miért? Mert nem a KDE rendszerébe készült. Így? Én úgy gondolom, hogyha valaki KDE-t használ, egyébként a GNOME-ba is hasonló módon működnek a dolgok, tehát értelemszerűen, ha valami valamihez nem készült, akkor nem biztos, hogy tudja azokat a funkciókat, amit az a program együttes, az asztali felület elvár, azaz gyakorlatilag használjunk, ha GNOME-ot használunk, a GNOME-hoz készült felületű programokat, hogyha pedig KDE-t használunk, akkor hogyha van rá lehetőség, használjuk a KDE megfelelő programjait. Azaz, akkor rendszer egész, hogyha a rendszerhez tartozó dolgokat használjuk. Azaz, összefoglalva, be tudsz állítani egy általános
mindenkire, majdnem mindenkire, aki tudja ezeket a funkciókat kezelni, mindenkire vonatkozó dolgokat, azaz az első monitor képet szépen fél perc alatt beállított. Ha valamelyik programot egyedivé szeretnél tenni, tehát gyakorlatilag a meglévő beállításokat finomítani, akkor a beállításokra bökve kiválasztod azt a programot, amivel te szeretnél dolgozni, majd örömmel veszed, hogyha ezek a beállítások rendelkezésedre állnak, és szomorú leszel, hogyha esetlegesen olyan programot szeretnél finomítani, ami hát bizony neked kedves, de a KDE-nek nem, mert nem ő hozzá készült. Nagyon frankon összeállított és jól konfigurálható riasztásos, én ezt nem értesítésnek, riasztásnak szoktam hívni, egyéb programban riasztás neve van az ilyen előugró, pittyegő, zizegő dolgoknak, azaz a riasztásokat itt bizony nagyon szépen, professzionálisan be tudod állítani, anélkül, hogy különböző konfigurációs fájlokat kellene turkálni. A következő rész az gyakorlatilag csak azért került bele, hogy nehogy valaki azt mondja, erről nem volt szó, de ott van, és nem mondtam el. Gyakorlatilag területi beállítások. A nyelvet meg tudod adni, hogy milyen nyelven kommunikáljál, gyakorlatilag magyar, azaz alapértelmezett, illetve az amerikai, angol, az a következő nyelv. A nyelv hozzáadása egyértelmű, az eltüntetése egyértelmű, följebb tudod mozgatni, elsődlegessé tudod tenni az egyiket, és azután már tudod használni. Egyszerű, értelemszerű, máshol akár grafikus, akár szöveges beállítással ugyanígy be lehet állogatni ezeket. Formátum, a megfelelő formátumokat beállíthatod, amelyikkel rákattintasz, azon tudsz változtatni, meg tudod adni azokat az értékeket, kinézetet, ami számodra kényelmes. Itt igazából megint azt kell mondanom, erről sokat beszélni nem lehet, hogy 24,004 forint legyen a pénznem megjelölése, vagy esetleg másfajta formátumot szeretnél használni, az a te dolgod. Gyakorlatilag egyszerű, metrikus beállítás a mértékegységeknél át tudod állítani egyebekre logikusan. Ha magyarul telepítetted a rendszert, magyar a rendszernyelvet, ez automatikusan be fog állni. Helyesírás. A helyesírás szintén ugyanaz. Értelemszerűen a helyesírás beállítása ugyanúgy történik. Kijelölöd azt a nyelvet, amelyen a helyesírást szeretnéd elvégezni, ha vannak telepített szótárak, az szerint fog működni, nem lesz ezzel semmi gond. Beállítások, automatikus nyelvfelismerés bekapcsolása, ezt pipáld be, esetlegesen egy német szöveg van, ott esetlegesen, ha a program is támogatja, hozzáteszem, akkor németre vált át, ha van ilyen szótár telepítve. A szótárakat, illetve az alapértelmezett szótárakat itt tudod beállítani, rengeteget beállogathatsz, azt érdemes felrakosgatni, amire szükséged van, nagybetűs szavak kihagyása, automatikus felismerés, automatikus helyesírás ellenőrzés egyértelmű. Az, hogy a nagybetű szavakat kihagyja, vagy ne hagyja ki, én azt gondolom, hogy ne hagyja ki. Gyakorlatilag én azért hagytam úgy, hogy ne legyen az bekapcsolva, hogy a végig nagybetű szavakat kihagyja, mert előfordulhat az, hogy nagybetű szavakat nem jól írom le, például az enszet végig, elütök benne valamit, jó, hogyha aláhúzza, automatikusan ránéz az ember, és tudja javítani. Egybe egy szavak elfogadása helyesként, én gyakorlatilag rászoktam erre bökni, nekem így kényelmesebb, de nyilvánvalóan egyértelmű a szövegszerkesztő, mondjuk a LibreOffice-ba és ahhoz való kiegészítésekbe ezt szépen, pontosan, ennél sokkal mélyebben meg tudod tenni. Az, hogy mondjuk egy fáj kezelőben az átnevezésnél van helyesírás ellenőrzés, az nagyon kényelmes dolog számunkra, de ott azért a helyesírás ellenőrzés egy picit kisebb hangsúlyt kap. A mellőzött szavak értelemszerűen én hozzá nem szoktam nyúlni, gyakorlatilag szintén igaz itt is, hogy a LibreOffice-ba állítom be, hogyha vannak olyan szavak, amelyeket mellőzni szeretik, akkor is írás közben rábökök, hogy vegye fel a szótárba, vagy legyen szíves mellőzni. Itt beállíthatod, hozzáadhatsz, illetve eltávolíthatsz. Dátumidő, erről
Igazából okosat mondani, nem lehet a dátumidő, a dátumidő, meg lehet adni, hogy az időzóna melyik legyen logikusan, hogyha telepítéskor ezt megadtad, ehhez hozzá nem kell nyúlnod, hogyha te vándorolsz, tehát időzónák között váltogatsz, akkor értelemszerűen átállítod, nem kell hozzá nyúlni alapértelmezetten. Dátumidő hogyan nézzen ki, az időbeállítása nem itt történik. Hozzáteszem, nem itt történik, hogyha az a problémád, hogy a rendszerednek, számítógépennek az ideje nem jó, akkor a BIOS-ba légy szíves beállítani, az a legjobb módszer. Ha pedig a BIOS-ban nem működik, akkor vannak megfelelő parancsok, mondjuk a BIOS-od már régi, és az elem, amivel ő éppen dolgozik, nem túl jó, meg elfelejti az időt, akkor vannak rá megfelelő beállítási lehetőségek, nem itt válogatjuk az időt. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ahogy észre lehet venni, és az eddigiek szerint is azt hiszem mindenki ráérzett, a KDE beállítása nem a tudás, és nem a magas Linuxos ismeretekről szól, inkább arról, hogy fogod, leülsz, végigmész, és az esetek 90%-ában egyértelmű a beállítás, nem kell tudnod különösebb extrém dolgot, egyértelműen legtöbbször magyarul, és grafikusan be tudod állítani a kívánt eredményeket. Köszi szépen, sziasztok!